Napjaink kommunikációjában rengeteg rövidített kifejezés van jelen. Ezeket vannak, akik értik, vannak, akik nem. Minden esetre bizonyos fogalmakat illetően fontos, hogy értsük a jelentésüket. Kivált kép, ha a gyermekünkről vagy a tanítványunkról van szó. Ebben a videóban arról fogok beszélni, hogy mit jelent a BTMN és az SNI rövidítések. A BTMN rövidítés a beilleszkedési, tanulási, magatartási nehézséggel élő gyerekekre vonatkozik. Hogy kik azok a gyerekek, akik ebbe a törvényi kategóriába tartoznak, arra a köznevelési törvényt kell segítségül hívnunk. Beilleszkedési, tanulási, magatartási nehézséggel küzdő gyermek tanuló, az a különleges bánásmódot igénylő gyermek tanuló, aki a szakértői bizottság szakértői véleménye alapján az életkorához viszonyítottan jelentősen alul teljesít, társas kapcsolatai problémákkal, tanulási magatartás szabályozási hiányosságokkal küzd, közösségbe való beilleszkedése, továbbá személyiségfejlődése, nehezített vagy sajátos tendenciákat mutat, de nem minősül sajátos nevelési igényűnek. Itt már az elején tegyünk is egy kisebb kitérőt, hogy értelmezzük a szakértői bizottság és a szakértői vélemény fogalmakat. A szülők és a pedagógusok nevelő munkáját, valamint a nevelési-oktatási intézmények feladatainak ellátását a pedagógiai szakszolgálatok segítik. Működésük köznevelési alapfeladat, szolgáltatásuk támogatja, elősegíti a gyermekek, tanulók harmonikus fejlődését, az életkori sajátosságaiknak megfelelő, tudatos fejlesztésük révén optimális részvételükkel a köznevelésben. Annak megítélését, hogy egy gyermek az intézményes nevelésben az alapellátáson kívül igényele egyéb pedagógiai beavatkozást, azt a pedagógiai szakszolgálat hivatott megítélni szakértői bizottsági tevékenysége során. A szakértői bizottság szakértői véleményt készít a gyermek komplex pszichológiai, pedagógiai, gyógypedagógiai, szükség esetén orvosi vizsgálat alapján. Javaslatot tesz a különleges bánásmódot igénylő gyermek ellátására, az ellátás módjára, formájára, helyére, a szükséges szakemberre, annak feladataira, valamint meghatározza a hivatalból történő felülvizsgálat időpontját. Ebből következik, hogy mielőtt jobban elmélyülnénk abban a kérdésben, hogy ki BTMN-es és ki SNI-s, fontos leszögezni, hogy a gyermekek efféle meghatározása nem a tanító, nem az óvodapedagógus, sőt, nem is a már oly sokat látott és tapasztalt szomszédasszony hatásköre. Gyakran tapasztalom, hogy egyes érintettek áldiagnózisok állításával riogatják egymást. Ezt elkerülendő nagyon fontos, hogy ne adjunk teret efféle félrevezető okoskodásoknak. Helyette forduljunk bizalommal a gyermekünk pedagógusához, ő majd elindítja a folyamatot a pedagógiai szakszolgálatban dolgozó szakemberek felé. Na de térjünk vissza a BTMN értelmezéséhez. Legmarkánsabb jellemzője, hogy a gyermek bizonyos területeken alul teljesít, vagy nehézségekkel küzd. Ez a terület lehet a tanulás vagy a társas kapcsolatok területe, illetve a viselkedés szabályozása. A nehézségek, hiányosságok következtében a gyermek személyiségfejlődése az átlagostól eltérő lehet, nem tud az osztályba, csoportba harmonikusan beilleszkedni. A BTMN kategóriába tartozó tanulók kizárólag többségi, azaz normál iskolába járnak, ahol fejlesztő foglalkozás keretében látják el őket. Az intézmény lehetőségeihez mérten általában fejlesztő pedagógus foglalkozik velük. A beilleszkedési, tanulási, magatartási nehézséggel küzdő gyermeknek nincs kóddal jelölt diagnózisa a betegségek nemzetközi osztályozásában. A kulcsfogalmak a nehézség és a hiányosság, tehát ezeknél a gyermekeknél tanulási vagy magatartási nehézségekről, nem pedig fogyatékosságról beszélünk. A BTMN kevésbé súlyos kategória, mint az SNI, így jóval kevesebb többletjogot biztosít a gyermek számára. Na de akkor térjünk is rá arra a kérdésre, hogy mit jelöl az SNI rövidítés. Három betű, amitől sok szülő retteg. Azért, hogy az ő gyereke ne tartozzon ebbe a csoportba, vagy pedig azért, hogy nehogy ilyen gyerekkel járjon együtt óvodába vagy iskolába. Sok a tévhit és az indokolatlan félelem velük kapcsolatban, pedig a tájékozottság nagyban javítaná az érintett gyermekek megítélését. Egy gyerek általában kétféleképpen kaphatja meg az SNI, vagyis a sajátos nevelési igényű minősítést. Előfordul, hogy korai fejlesztésen vett részt és onnan indították el a folyamatot,
ebben az esetben már úgy érkezik az oviba, hogy van papírja arról, milyen további fejlesztésre van szüksége. A gyakoribb azonban az, hogy az óvodában veszik észre, hogy valami probléma van. Ilyenkor az óvodapedagógusok jeleznek a gyógypedagógusnak, és egy darabig megfigyelik, hogy valóban indokolt-e a gyermek alaposabb kivizsgálása. Ha igen, akkor a gyermeket elküldik a területileg illetékes pedagógiai szakszolgálathoz, ahol 3-4 szakember, köztük gyógypedagógus, pszichológus és logopédus is megnézi, hogy helytálló-e, amivel az óvoda beküldte. Innen két felé mehet az út. Elképzelhető, hogy a szakszolgálat úgy ítéli meg, hogy nem olyan súlyos a helyzet, és a gyermek kap egy BTMN státuszt. Ezzel és a fejlesztési javaslatokkal visszaküldik az óvodába, ahol a fejlesztő pedagógus foglalkozik a gyerekkel, majd egy év múlva ismét megvizsgálják, hogy merre tart a folyamat. A szakszolgálathoz került gyerekek másik részét pedig további vizsgálatokra küldik a megfelelő szakértői bizottságokhoz, ahol a gyermekeket gyerekbarát környezetben, a saját tempójukban, szüneteket beiktatva megvizsgálják. Ezeknek az eredményétől függően kaphatja meg egy gyermek a sajátos nevelési igényű státuszt. Sajátos nevelési igényű gyermek tanuló, az a különleges bánásmódot igénylő gyermek tanuló, aki a szakértői bizottság szakértői véleménye alapján mozgásszervi, érzékszervi, értelmi vagy beszédfogyatékos, több fogyatékosság együttes előfordulása esetén halmozottan fogyatékos, autizmus spektrum zavarral vagy egyéb pszichés fejlődési zavarral, súlyos tanulási, figyelem vagy magatartás szabályozási zavarral küzd. Tehát a sérült, fogyatékos vagy részképesség zavaros gyermekek tartoznak ebbe a kategóriába, akik gyógypedagógiai fejlesztésre szorulnak. A közoktatási törvény szerint joguk is van ehhez a fejlesztéshez. Az eseni fogalmának tágabb értelmezése azokat a különleges bánásmódot igénylő gyermekeket jelöli, akiknek állandó vagy átmeneti jelleggel fizikai, biológiai, pszichikai, intellektuális, családi vagy szociokulturális okok miatt egyéni, a többségtől eltérő nevelési-oktatási szükségletei vannak. A fogyatékossággal élők mellett ide tartoznak a tanulási nehézséggel, magatartászavarral küzdők, illetve a kivételes képességű tanulók is. A sajátos nevelési igény nem orvosi vagy pszichológiai értelemben vett diagnózis, hanem az oktatás területén való többletjogosultságok biztosítása érdekében bevezetett iskoláztatási kategória. Tartozzon egy gyermek a BTMN vagy az SNI kategóriájába, elmondható, hogy egyéni boldogulásukhoz és fejlesztésükhöz számos lehetőség van. Magam sem vagyok gyógypedagógus, de számos továbbképzésre van lehetőségünk, hogy közelebb kerülhessünk ahhoz a módszertanhoz, amely hatékonyabbá teszi a pedagógiai munkánkat ezen gyermekek vonatkozásában. Köszönöm szépen, hogy meghallgattál, és kérlek, ne felejts el feliratkozni a csatornámra. Ha pedig szeretnél támogatni, látogass meg a Patreon oldalamat a leírásban található linken keresztül.